Most frusztrál, hogy ilyen pici vagyok. Sziasztok! Sziasztok! Robi vagyok. Én meg Matilda. Megzavartad a flow-mat. Szóval, a mai videó nem könyvértékelés lesz, hanem, emelt kérlek fel a dobozod. Hanem dobozkibontás. Igen, mert hogy apa rendelt, ez most Möbiuszos vagy Alexandrás, mert... Hát Möbiuszos, zsákbamacskát. Zsákbamacskát. Zsákbamacska könyvet. Na szóval igen, szóval egy csomó könyvet, amiről nem tudom, hogy micsoda. Több csomagból lehetett egyébként választani. Rábögtem egyre, ez a hetes számú csomag. És felnőtt hetes számú. Nem olyan felnőtt, hanem felnőtt irodalom. Szóval értitek, na? Ki tudja még, hogy milyen felnőtt? Nem hiszem, hogy olyan izés pöttyösök, na mindegy, ez Möbiusz. A pöttyös az ifjúsági, jó? Tehát... De ifjúságiban is voltak ilyen csomagok. Na mindegy. Matildának mondta, hogy lehet, hogy fogok ilyet rendelni. Meg volt már egy hasonló kísérletem, az a Maxim kiadóval, ott 5 könyvet küldtek is zsámbacskába, és ő is tök jó könyveket küldtek egyébként. Mert, hogy... csak egy volt duplikát. Igen, csak egy olyan volt. Egy olyan volt benne, amivel már nekünk volt. Mert ugye mondtad, hogy hát más is rendelt már így, aztán nem feltétlenül volt a legjobb zsákbamacska, ami benne volt. Hát, hogy most meg majd kiderül. Úgyhogy nézzük, hogy igen, ezt a BookTube Discordon kérvényezték, hogy legyen unboxing videó apával, ha már rendelt zsákbamacskát, úgyhogy most a BookTube társaknak küldjük ezt a videót. És ezt nem nyomtok. Lesünk neki. Na, bontsad! Hú, de lelagasztottam. Igen, egyébként nem voltunk itthon, és ez egy hete megérkezett, úgyhogy most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van benne. Tegnap nem hagyta, hogy felbontsam. Igen, már este 11-kor ezt bontogatjuk. Mondtam, hogy majd úgy csinálok, mint aki meglepődött. Mármint csalni akart. Jó, Anna! Könyvek! Jó, ide izgulok. Ott egy számla. Az szuper izgalmas. Vajon üzenet? Nem csak a számla. Oké. Okay. Na! Olala! Hát ez... ez nagyon izgalmas lehet. Azt mondja Sándor Andrásnak, Balázs Pali, amiről 20 évig nem beszéltem. Ja Istenem. Na, akkor van egy... Catherine Webb-től az angol lány. Fogalmam nincs, hogy ez micsoda. Ez valami... Nem tudom. Oké. Okay. Egy csónakban, mi is most egy csónakban vagyunk. Több mint 3 millió adott példány. Hát azoktól szoktam. Daniel James Brown. 9 amerikai evezős legendás küzdelme a berlin olimpiai aranyért. Na, majd meglátjuk. Azt mondja... Ezt láttam a Somogyiban, ez érdekes lehet. Putyin hagyatéka, Oroszország és a futball. Jaj, nekem. Ez az, amit nem fogsz elolvasni. Nem tudom. Ezt láttam a Somogyiban a gyakorlaton, és ez egyébként tök érdekes lehet. Hát jól van, már meglássuk estet is. Mi van még itt? Jaj, ez fantasztikus lesz szerintem. Ez a... Harry életút veszteségek szerelmek. Tartott tőle, hogy ezek nem az én könyveim lesznek. Lehet a parasz csomagot választottál. Lehet, de a könyvtárnak majd odaadományozunk. Mi ez? Roberto Bolano. Roberto Bolano. A science fiction szelleme. Na, ez esetleg úgy izgalmas lehet. Majd meglátjuk.
filmregények, ez egy filmből, vagy, vagy hogy mi az, hogy filmregény? Na mindegy, az, hát szerintem ez csak a sorozat, hogy filmregények. Ja, hogy ez csak a sorozat. Szóval a könyv címe, hogy hogyan veszítsük el barátainkat és legyünk magányosak. Így néz ki. Na, mi van még itt? Lengyel Lászlótól a védkifájlat. Ó, Isten. Csak két sort olvastam el. És van még egy Lorán, akárkicsoda. Eldorado. Eldorado című. Ez ha. Ez valami klasszikus. Hát 2006-os. Ja, azt hittem valami klasszikus. Jó. Hát kérem szépen. Még nem akarok előre ilyen ítéletet mondani, de most nagyon úgy érzem, hogy lehet, hogy kidobott pénz vagy. Jobbnál jobb könyvek vannak benne. Majd oda kerül a sor. Beszámolunk róluk, hogy mi történt ezekkel a könyvekkel. Így meg vagyunk. Szerintem meg. Azt akarom nézni, hogy... Engem szerintem ebből a sorból maximum ez fog érdekelni. Újra Balázs Pajor annyira kíváncsi vagyok, gyerekek. Hú. Már hogy nyilvettem a hajam, most zsavan gumizva, de hogy ilyen bongyor hajat nem szeretnék. Hát, amiről 20 évig nem beszéltem, ezután is kellett volna. Aztán lehet, hogy csalódás lesz, és a végén jó lesz, nem tudom. Azt nem tudom, hogy ez most olyan, ez igaz sztori lehet, vagy... Hogy Szex a Holdon? Biztos nem igaz sztori. Olvasd el az alcímét, te! A világ mindenség legarcátlanabb rablásának története. Egyébként a lényeg az volt, anyagilag... Szerintem csak azért az, hogy ez az alcímem, mert hogy ilyen nagyméretű rablás van benne. De hogy amúgy szerintem ez regény. Tehát, hogy nem igaz sztori is. Jó, ez egy maximum érdekel, mert mondom, ezt láttam a somogyban. 10 könyvért fizettem, kemény 4990 forint plusz posta költséget. Ha innen nézzük és legalább egy jó lesz benne, akkor már helyben, ha kettő jó lesz benne, akkor már nagyon jók vagyunk. Szerintem neked az orosz foci is fog a legjobban tetszett. A foci is érdekel, meg az oroszok is, igen. Hogy nem. Meg a Balázs Pali. Ó, Isten, meg a Harry Herce, hogy nem. Hát, ez van. Lehet, hogy legközelebb nem rendelek ilyen csomagot. Én is hiszem a te érdekedben reménykedtem, hogy jobb könyvek lesz. Én meg ennél jobban reménykedtem, hogy hát valami értelmes is lesz esetleg benne. Vagy értelmesebbek is lesznek benne. Na mindegy. Na jó van majd. Meglátjuk, 10 könyv az 10 könyv. Gyarapítjuk a Kalocsai könyvtár állományát legfeljebb. Na jól van. Jó. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a dobozkibontós videót. Ha esetleg valaki bármelyik könyvről tud valamit, vagy olvasta, akkor írja meg, hogy tudjuk, mit érdemes-e olvasni. Vagy várjál, ha valamiket szeretné, elküldjük neki, esküszöm. Oké, de ezt el akarom olvasni, így ez nem. Jó. Amelyik tetszik, azt nem fogjuk elküldeni, ugye ez. De az orosz foci szerintem az eladó. Na várj, akkor mennyiért adjuk el, hogyha 500 forintunkba került? 600. Na jó. Tudom, csak a posta költséget fizess. Na, hát akkor ez lett volna ez a kis gyors mini unboxing. Lehet, az első és az utolsó. Reggeli kiégés a 11-es buszozás után. Ugye ez itt most maximusban én nem, tehát ott is féltem egy kicsit, hogy mik lesznek benne, ott 5 könyvet küldtek, azt hiszem ugyanennyi pénzért, vagy valahogy így volt. Igen, az 5 könyvet. Vagy 4000 volt, már nem emlékszem. Egy volt ez a Holdvíz, aminek ott kimondottan jó könyvek voltak benne, és mindegyiket élveztem. Sőt, ott volt olyan, aminek a második. Igen, a sorozatból a másodikat küldték el, és végigolvastam az egészet, és tök jó volt. Hát, ezt nem tudom. Mondjuk mindig is tartottam az Alexandrás 70-80%-os könyvre értékelésektől, mert akkor elmentem, hogy olcsóbb a könyv, hát nagyon találtam, ami érdekelt volna.
Hát ez van. Köszönjük szépen. Ja, szerintem mehet az elköszönés. Ez apának volt a külön műsora, én csak videós keretet biztosítottam mellé. A felületet adtad én csak hozzá. Igen, a felületet adtam. De téged úgy szeretnek a népek, úgyhogy. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot. Viszlát a következő alkalommal. Sziasztok! Sziasztok!